Rövid áttekintést szeretnék adni arról, mi történt az elmúlt egy évben, amióta az iPad megjelent. Január 27-én jelentette be Steve Jobs az iPad-nek a piacra kerülését. Ez aztán április 3-án történt meg, ekkortól kapható az USA-ban a készülék. A mai napig több mint 15 millió darab készüléket adtak már el belőle. Ezzel az egyik, bocsánat, hogy egészen pontos legyek, itt azt is említette, hogy a leggyorsabban elterjedt, valaha leggyorsabban elterjedt technikai eszköz a világon az iPad. 9000 olyan híralkalmazás létezik már ez alatt a röpke egy év alatt, mint amilyen egyébként a DHVB-nek a szolgáltatása is szerte a világban, és ezt több mint 200 millió példányban töltötték le ezeket az applikációkat. A felhasználóknak a 99%-a az itt említett intézet felmérése szerint hírszolgáltatásra vagy hírszolgáltatásra is használja ezt az eszközt. És ugye tegnapi hír az a bejelentés, hogy a jövő héttől már kapható az iPad-nek a 2-es változata is. Röviden arról, hogy miért vágott bele ez a ház, a HVG az iPad-es tartalomszolgáltatásba. Azt gondoljuk, hogy itt vannak az olvasóink, vagy ha most még nem túl nagy számban, hamarosan itt lesznek az olvasók. Ez a tendencia a mobil technológiában már nagyon is tetten érhető, erről fogunk tudni számokat is megnézni később, és az iPad-en egy hasonló, illetve a más táblagépeken is egy hasonló térnyerésnek lehetünk az amúgy a közeljövőben. Azt gondoljuk, hogy a HVG mindig is trendteremtő szerepet töltött be a hírszolgáltatásban. Ez az indulásakor is így volt, ez így volt az online-es tartalmaknak az elindításának az időpontjában is, és azt gondoljuk, hogy ezzel a lépésünkkel is ezt igazoljuk. Ez a szubjektív véleményem, azt gondolom, hogy hírszolgáltatásban egy olyan független etalon ez a három betű, ez tesz bennünket képessé leginkább arra, hogy ezt a trendteremtő szerepünket betöltsük. Ezzel együtt töretlen az az elkötelezettség, úgy érzem, házon belül, hogy a saját tartalmainkat, azt a sok okos dolgot, azt a világlátást, amivel a mi szerkesztőségünk bír, ezt minél inkább szélesebb körben elérhetővé tegyük és tudjuk fejleszteni mindenki számára. Az utolsó indokunk, nem utolsó sorban, az pedig a piaci lehetőség, amit ebben az eszközben látunk.